Köszöntöm nézőinket! Önök kulturális magazinunkat látják. Én Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. 81 éve történt a Dóni tragédia. Megemlékezést tartottak Szekszárdon a hősi halottak emlékére. A Magyar Kultúra hete. Számos program közül lehet választani. A szekszárdi író, költővel beszélgettünk. Boldog keddet kívánva fogadott minket. Nyolcvanegy éve kezdődött a Dóni katasztrófa, a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája. 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg jelentős számbeli és technikai túlerőben lévő magasabb egységei az Uribi hídfőből kitörve elsöprő erejű támadást indítottak. A második magyar hadsereg létszámban és felszerelésben sokkal gyengébb alakulatai ellen. Ennek emlékére koszorúztak Szekszárdon. Ám mit súg a halott csönd az anyának? Mit vihet haza a szél az árváknak? Mi hang csendülhet a hitves szívében? Mi tartja meg őt hazaváró hitében? S miközben gondolatom ideér, testem a hómezőn lassan már nem él. 81 éve indult mínusz 30 fokos hidegben a Dóni áttörés, a második világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Itt vagyunk a Dóni áttörésnek az ünnepségén, és szomorúan kellett megállapítanunk, hogy azért ez megyénkben is nagyon sok embert érintett, szám szerint 4102 fő, és Szekszárdról konkrétan, amíg pontos adataink vannak, 172 fő veszett oda. Magyarul ez 250 családot érintett így hozzátartozók szempontjából. Gyakorlatilag hát most egy kicsit hűvösebb van a megszokotthoz, de abba azért, ha belegondolunk, hogy azok az emberek mit éltek át ott abban a helyzetben, abban a mínusz 35-40 fokba, meg hát a hiányos felszerelésben, ilyen papírtalpú bakancsba, szóval azért akkor újra kell gondolnunk ezeket a hozzáállásokat, és hát a borzasztó szenverésen mentek keresztül, és konkrétan a csatába ott a 250 ezerből 125-130 ember odaveszett, természetesen a többiek a lágerbe is, és nagyon sok olyan emberről nincs is hír, hogy gyakorlatilag hova tűnt, vagy milyen alkalommal, de lényege az is a legszomorúbb dolog, hogy nem tért haza. Akik hazatértek, hát azok is nagyon-nagyon megszenvedtek, és borzasztó nyomot hagyott az életükbe, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan évről évre megemlékezzünk, és mindent elkövessünk annak érdekében, hogy a magyar nemzetnek még egy ilyen sors tragédiája ne forduljon elő. A katonák hősiesen harcoltak ugyan, az első támadást vissza is verték, de nem bírták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő szovjet vörös hadsereget. Január 12-e a második magyar hadsereg emléknapja. A magyar királyi második honvéd hadsereg 1943. januárjában arra készült, hogy felvegye a harcot a 6-7-szeres túlerőben lévő szovjet csapatokkal, és tartson ki addig, ameddig csak tud, mert ezt követelték meg tőlük előjáróik. Petkó Tamás plébános beszédében a haza iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, amely már a csatamezőn is megmutatkozott. A mai hazaszeretet, ahogy mondtam is, hogy az most nem abból áll, hála jó Istennek, hogy katonáink meghalnak, de úgy tudni kell azt, hogy a hazát úgy lehet szeretni, hogyha a magyar emberek békében vannak. Most ilyen pillanatban mindenki arra gondol, vagy nagyon sokan gondolnak arra, hogy jaj, meghalnék a hazáért, de igazából megölném a szomszédomat, mert hangoskodik, vagy ilyen, vagy olyan van, és hogy nagyon nagy ez a feszültség az emberekben, én megértem, de valahol a Jóisten is mindig ezt akarja, a békét hoztam, és ha béke lenne, akkor nem kéne félnünk. Az emberek most rettegnek, félnek a háborúktól, és ezt el kéne kezdeni, ezt a
hazánkban lévő békeszeretetet. Úgy szoktam azt élvezni, külföldön járok, és a magyarok integetnek egymásnak, hogy ezt kéne tenni itt is, Magyarországon, a magyarok szeressék egymást. Én szerintem hazaszeretet most ez az egyik legfontosabb része a szeretetnek, hogy békét adunk egymásnak, békések vagyunk egymással, így szeretjük a hazánkat. Legfontosabb értékként a béke fontosságát emelte ki, hogy szeretetben, békességben próbáljanak meg az emberek egymással élni. Mint mondja, az emberek többsége önmagukkal sincs harmóniában, ami megmutatkozik az egymással való kapcsolódásokban is. Azt látom, hogy azt tapasztalom az emberekkel való kapcsolataimban, hogy annyira sokat akarunk, és nem vagyunk megelégedve soha semmivel. Úgy szoktuk emlegetni, hogy bezzeg a mi időmben, de nem is a mi időmben, a régebbieknél, hogy sokkal szegényebbek, sokkal nehezebb életkörülmények között békésebbek voltak, boldogabbak voltak. Most kell, ez kell, az, és meg kell szerezni, küzdünk, harcolunk az anyagi javakért, de nem a békért. És ez nem hazaszeretet, ebből nem lesz haza, mert nem érzik jó magunkat. Petkó Tamás hozzátette, nagyon fontos, hogy a mai fiatalság is ismerje múltunkat és történelmünket. Én annyira sajnálom, hogy a fiatalok, hogy nem tudják azt, hogy mi történt régen, hogy volt a régi időben. Én büszke vagyok mindig arra, hogy sok helyen is mondom, hogy 50-es években, ugye jól tudjuk mi, akik már a szüleink még ebben a korban éltek, apukám nekem 4 évig volt börtönben. És nekem ez meghatározó, hogy azért volt börtönben, mert pap akart lenni. És át kellett menni a határon, ezeké engedelmességet kellett. És elkapták, börtönbe volt azért, sok minden történt vele. És tudnunk kell, hogy mik történtek a múltban, honnan jöttünk, kik vagyunk. Ha nincsen egy gyökerek, ezt tudjuk mindannyian, nincsen egy gyökerek, egy fának nincs gyökere, akkor az kiszárad, elszárad. A magyar nép is, ha nem fog a múltjára emlékezni, hogyha nem tud megemlékezni 200 000 emberről, akik meghaltak, és nekem az volt, amikor végig gondoltam ezt, hogy a döbbenet, hogy a családok, hogy hány család, és ezen gondolkodtam most itt a végén, hogy amikor meghal ma egy fiatal ember Magyarországon, mert megölik az egyik faluban, a híradó ezzel van tele, hogy a Magyarországon mi történt egy faluban. És itt meghalt 200 000 ember, 200 000 családnak a gyógyásza, szóval félelmetes, és mennyire nem foglalkozunk ezzel. Én nagyon kívánom a fiatalságnak, hogy foglalkozzon a történelmével, a gyökerével, mert majd csak így tud majd repülni, vagy szárnyalni, ha tudja, hogy honnan is jött. Fontos, hogy a hazaszeretetre és a hazafias gondolkodásra való nevelés elkezdődjön a fiatalok körében. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ programsorozattal készül annak érdekében, hogy méltó módon ünnepelhessük a Magyar Kultúra Napját, és nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. A széles programkínálatról tartott sajtótájékoztatót Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg, január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban csekén, ezen a napon fejezte be a magyar nép zivataros századaiból vett példákra épített költeményét, a himnuszt. Ebből az alkalomból idén gazdag programkínálattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Erről tartott sajtótájékoztatót Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. A Magyar Kultúra Napját ebben az évben egy igen gazdag programkínálattal bővítettük ki, és nem csak január 22-én, az emléknapon, a Magyar Kultúra napján szervezünk ezúttal eseményeket, hanem egy hetes programsorozattá bővítettük ki ebben az évben a sok-sok általunk kigondolt elrendezvényt. Január 18-a és 27-e között a hozzánk látogatók 6 kiváló eseményt is láthatnak, olyan művészeti eseményeknek, olyan előadóknak, olyan kiállításoknak lehetnek a tanúi, amelyek külön-külön is úgy gondol megállnák a helyét bárhol az országban. Az emlékhét keretében számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. Ezen az emlékünnepen fellép még többek között a Tarsoly zenekar is, és egy táncházal is szeretnénk fűszerezni, és a magyar tánckultúra néptánc hagyományainak a legszebb pillanatait ezáltal is felidézni.
Ebben a programsorozatban a lelkünkhöz, szívünkhöz egyik legközelebb álló program lesz egy vasárnapi ünnepi gála műsor, ami azért is fontos a mi életünkben, ugyanis a Babits Mihály Kulturális Központban működő civil egyesületek, csoportok, művészeti együttesek lépnek fel. Felsorolni is nehéz lenne, több mint 20 fellépőnk lesz ezen a napon. A tánccsoportjaink, a nyugdíjas klubjaink, a művészeti együtteseink, fiatalok és idősebbek egyaránt sok-sok száz fellépő várja majd azt a reményeink szerint biztosan megtelt házat mutató színháztermet, mely annak is a bizonyítéka, hogy Szekszárd igenis gazdag a kínálatban, Szekszárdon igenis még a nehéz gazdasági években, időszakban is ugyanolyan lendülettel folytatódik a művészeti munka és a kulturális tevékenység. Egy két felvonásos műsorban egy kis szünetet is beiktattunk, mivel olyan gazdag a programkínálat, Szekszárd színejava és a kulturális élet legkiválóbb szereplői mutatkoznak be. A változatos programok a Magyar Dallamok az Európai Zenében címmel folytatódnak majd, amit a Művészetek Házában tartanak neves előadók kíséretében. Európa legkiválóbb művészeihez tartozó, magyar származású és Magyarországra hazatérő művészek lesznek a közreműködői. Ács József zongoraművész és felesége Palatinus Violetta operaénekes, Lozsányi Tamás kiváló organoművészek kiegészülve a magyar és az európai zenekultúra legkiválóbb darabjait fogja megeleveníteni a színpadon. Ács Józsefről és Palatinus Violettáról annyit kell tudni, hogy ők nagyon sok szálon kötődnek Szekszárdhoz. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a akkori lakhelyükön, a németországi Eschweiler városában is egy Liszt Ferenc társaság vezetőiként a magyar kultúra apostolai voltak. Ez városunkkal is most már egy 20 éves kapcsolatnak a folytatása, és a magyar zeneművészet egyik legkiválóbb eseményeként örülünk annak, hogy ők hazatértek. Január 27-én szombaton délelőtt 11 órakor szintén a Művészetek Házában nyílik hagyomány címmel a Magyar Művészeti Akadémia festőművész tagjainak kiállítása. Kiváló kiállítással szeretnénk a programsorozatot zárni, ahol a magyar festőművészek legkiválóbb kortárs alkotóinak az a kiállítását fogjuk megvalósítani. Baki Péter intézményünk korábbi vezetője, kurátora szervezésében a magyar kortárs művészet legkiválóbb tagjai fognak Szekszárdon újra kiállítást tartani. Ezzel szeretnénk folytatni a sok-sok éves hagyományát annak, hogy a kortárs művészet legalább 3 évenként egy teljes repertoárral mutatkozzon be Szekszárdon. A művészeti triennálénak egy régi hagyománya van már itt a városunkban, és ezt a sorozatot nem szeretnénk megszakítani ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy mindenki a magyar kultúra bármely ágáért, bármely műfajáért is rajong, az megtalálhatja a kedvére való programot ezekben a napokban, január 18 és 27-e között. Kérem, kövessék a Babits Kulturális Központ honlapján és a médiában azokat az eseményeket, amelyel azt gondolom, hogy egy országos színvonalú programsorozat valósulhat meg városunkban is. A programsorozat január 28-án zárul a Monarchia Operett 2 felvonásos előadásával. Foltin Jolán a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar koreográfus rendező, táncművész, táncpedagógus volt, kinek tiszteletére január 18-án Táncra ítélem magamat címmel nyílik emlékkiállítás. Közel 6 évtizedes aktív tevékenysége rendkívüli a magyar néptánc kultúra modernkori történetében. A Magyar Művelődési Intézet munkatársaként kollégáival ő alapította meg az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületet. Módszertani kiadványait a mai napig használják óvodákban, iskolákban, illetve táncpedagógusok országszerte. Életművét a magyar népművészethez, folklorhoz való viszonya, mély ismerete és különleges megközelítése határozta meg. A szekszárdi író, költő Dicső Zsolt legutóbb megjelent felnőtt verses kötete a Valami valamihez hozzáér után gyerekeknek szóló mesekönyvén dolgozik, melyben Zikni és Zokni a harisnyapár találkozik
Pomodori Pelatinnal, a hajós kapitánnyal. Dicső Zsolttal egy boldog kedden beszélgettem a kezdetekről, hogy kik milyen módon motiválták az írásra. Karakteres szakállának történetét is megtudtuk, és többek között azt is, hogy hogyan szokott alkotni. Szüleim úgy zavartak le, hogy menjél le focizni, mert mindig olvastam. Tehát igen, elég korán elkezdtem, és nagyon sokat olvastam. Szerettem. Aztán általános iskolában, főső tagozatban volt egy csodálatos napközis tanárnőnk, a Gyurcsák Éva néni, és ő jegyezte le az első zsengéimet, hogy akkor kezdtem, de hát akkor még csak ilyen csasszuskák, bökversek, tehát amiket írt, meg szerelmes verseket, mert hát ilyen egy főső tagozatos szerelmes. Tehát őt nagyon szeretem, mert ő hagyott él lenni. Tehát az a nagy poroszos nevelés, ami annak idején volt, tehát ugye ez a 60-as évek végéről beszélünk, az nem volt divat, de ő hagyott. Aztán, Isten igazából gimiben kezdtem el verseket írni, de ott is csak játékból. És volt egy osztálytársnőm, a Német Ági, szerintem már meghalt, ő magyar tanár lett, és ő benevezett a diákírók találkozójára, ez Sárváron van, nem tudom, két évente, és ott kategóriákban a legjobb tizet, vagy ötöt, nem tudom már, nem emlékszem, hányat hívnak meg. És akkor mondta, hogy hát benevezett. Hát mondtam, tehát itt kötött versformák, meg írni kell, meg ezt biztos meg tud csinálni. És akkor, hát, hogy ne hagyjam őt cserben, hát írtam kötött versformát, meg kellett nézni, mert elvileg tanultam már, de hát ki tudja azt. És akkor kezdtem el Isten igazából komolyabban írni, meg akkor keresett meg a Csányi Laci bácsi, aki főszerkesztő vagy szerkesztő volt a Népújságnál, az irodalmi rovatot szerkesztette, és akkor föl kellett hozzá járni, tanított verset írni, tehát ugye ennek is ez is egyfajta szakma, tehát van szakmai része, amit meg lehet tanulni, amiről fogalmam sem volt, és hát ő jelentette meg az első versenyemet, a 74 környékén. A szürke téli hétköznapokon megosszak egy csodát. Egyszer este akkor éppen a tejiparnál dolgoztam, mint gyors és gépkocsi kísérő, beállított egy volt gimis osztálytársam. 10 óra, este 10 óra felé. Érettségi óta nem láttam. Leült és mondta, hogy írsz még verseket? Mondtam, hogy persze, tele van a fiók. Benyúlt a táskába, és így ennyi pénzt letett az asztalra. Most már rendszerváltás volt, ki lehet adatni a verseket. Adast ki. Annyira meglepett, hogy se a címét, se a telefonszámát nem kértem, mert elment, elköszönt, és ott hagyott. És másnap felhívtam a Komjáti Tamást. Tamás, itt volt a Józsi, és itt hagyott ennyi pénzt, hogy adjuk ki Komjáti. Menjünk ki, adjuk! 1500 példányban! Mondom, 1500 példányban? Juhász Ferencet most adták ki 300-ba, kétszeres Kossuth Díjas, 1500 példányban. Hát így jelent meg az első kötet. 75 óta van szakállam, kivéve két évet, mikor nagyon védenem kellett a hazát, mert nélkülem jöttek volna a nyugatról is elfoglalták volna az országot. 75-ben érettségiztem, és hát valljuk be őszintén, nem vagyok, most már így nem vagyok annyira büszke rá, hogy nem nagyon tanultam az érettségire, és akkor közeledve az érettségi, elhatároztam, hogy hát, hogyha sikeresen leérettségizek, akkor nekem szakállam lesz, és úgy nő, hogy akar, nem fogjuk vágni, meg nem, szabadság lesz neki is. És hát természetesen leérettségiztem, és azóta van szakállam. Én mindig alkotok, tehát én ilyen cettizős vagyok, tehát bárhol, bármikor megállok és leírom. És akkor ezekből a cetlikbe előkerülnek,
és aztán persze teljesen más jön ki belőle, mint amit akkor akartam, az akkori hangulatban fölírtam, és hát sokszor voltam úgy, hogy ezt mi a fenének írtam föl. Fogalmam nem volt, mert ugye eltűnt már az a helyzet, az a pillanat, az az ihlet. Dönci szerint a világ nincs kész, és akkor ennek akkora sikere volt, hogy akkor évekig jártak a nyakamra, hogy de írjak még, mondom, de én csak egyet akarom, de írjak még. Mondom, jó, írok még. De akkor jött Patont, és akkor mondta, hogy de írjunk olyat is, ami rímes, és állatokról szól. És akkor mondtam, hogy jó, írjunk, ez az írjunk, ez azt jelenti, hogy ő megmondta, hogy milyen állat, és akkor megírtam. És akkor megvolt már egy jó pár, és akkor nézegettem, mondom, hogy egy ABC-t kéne csinálni, mert az ABC fele már megvan. És akkor kerestünk állatokat együtt, és akkor mondtam, két betűre nem találtam, arra kitaláltam én állatot, és akkor így összeállt a hasonállatok ABC-be, ez lett a cím, hogy akkor sorakozó hasonállatok gyerünk ABC-be. És akkor ebből kettős kötet lett, ugye, lett a klasszikus gyerekversek, ez a világgá maradok Dönci pár beszéde, és a másik fele pedig a hasonállatok ABC-be. Így a Dönci is belement, Botond is belement, bocsánat, Botond is belement. A kiadónak meg nem volt más választása, rábólintott, és úgyhogy most gyerekversek egy kis szünet. Elkezdtem összeszedni a úgymond felnőtt verseket, bár szerintem ezek is felnőtt versek. És akkor így jelent meg tavaly 16 év után a valamihez hozzáér a felnőtt versek. Mert az éveket elvitte a három gyerekkötet. És ez jelent meg, ez volt az utolsó. Készül a következő kötet. Langsam, tehát csak úgy idővel nem kapkodunk, előttünk a századok, hogy már Babicsot idézünk. Hát most ez a decemberem húzós volt, jó, elég sok megjelenésem volt, volt a Magyar Rádió énekkara, énekelt verseimet, most egy kis nyugszi van, bár januárban az Ambrózia folyóirat hoz le három versemet. Egy kicsit összeszedtem magam az utóbbi fél évben, úgy eszembe jutott, hogy hát írhatnék is. És akkor most elkezdtem megint, és van egy félkész mesekönyv, amit szeretnék befejezni. Zikniről és Zokniról szól a harisnyapárról, akik találkoznak Pomodori Pelatinnal, a hajós kapitánnyal. Tehát nem egy egyszerű történet, ez egy mesekönyv, egy része már megvan. Megjelenünk, hogy hát most éppen a héten mészőnap, mészőjvers és prózamondó verseny, nyáron a Szekszárdi Magasiskola, a Mészőíró Akadémiánk, ami már 11. és a kezdetek óta csináljuk. Őszre pályáztunk egy ilyen egynapos összművészeti fesztiválra. Nagy lelkesedéssel osztotta meg velünk idei évének terveit, de a következő 50 év terveire már csak legközelebb lesz időnk, hiszen előttünk a századok. Kulturális magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!